Figyeljetek tesók, most elmondjuk a frankot, füleket kinyitni, hangosra a manó, az energia spóroláson megy majd a baker, jobban teszed, ha ide figyelsz haver. Energiák spórolni, bizony hasznos dolog, ha nem így cselekszel, tuti bánni fogod, a források végesek, ezt is kell nézni, pazarlást tudod, a tárcad is megérzi. Átöltözés indul, jön a tesi óra, összes lámpa lekapcs, és kiáll a torna, nem hagyjuk az izzót, égve ez fontos, ellenkező esetben repül egy tockos. Tesi óra vége, szellőztetni kéne, hogyan ne csináljuk, elmutatom végre. Két ablak itt tárva, légcserel megoldva, átszellőzi gyorsan, öltöző le tudva. Következem most hát a nyílászáró téma, erre is megvan a gazdaságos séma, ablakcsere előtt. Tájékozódjunk, az udvar fűteni, nem a mi dolgunk. Hármas alu ablak, a letödőbe szvágod, nemes gázzal töltve, est tudtad látod. Napsugárba hatol, a hőcsodába zárva, benn is marad soká, ha nincs az ablak tárva. A tanterem nem szólna, nem kell 90 fok, ha nagyon-nagyon meleg, a szemed sűrű pislog. Figyelmed is lankad, és rátör majd az álom, Celsiusból bőven, elég 23. Ha percenként tícsek, folyik el a csapon. Szerinted hol tart a 30. napon? 170 liter egy hónap alatt, évetemet töltesz egy kisebb kerti tava. A számítógépről is kellene beszéljünk, infóra vége, még mielőtt lépünk, monitor kinyomjuk, nem standbyolunk, több 100 kW-ot az ablakon kidobunk. Izóra nem szóltunk, el ne hanyagoljuk, körtehet jobb, ha lécsővel túljuk. Életartam se egy, utolsó dolog, 12-szer annyi, szufla benne tudod. A takarékosságról egyenlőre ennyi, tuti tippeket a netről leszedni, az energia persejen, sok a hasznos info, ha e szerint élsz majd, azt mondod, ez így jó.